Üdvözlök mindenkit! Jó napot kívánok! Mercedes és egy 313 CDI, 129 lóerős CDI motor jár ebben az autóban. Szépen normálisan, rendben, tisztán, olajmentesen ketyeg benne a motor. Amit láttam, hogy szinte új az akkumulátor az autóban, illetve ABS van benne, ez biztos így első ránézésre. Ugye, mint a képeken láthatták, hogy az autó sérült, mindjárt becsukom az autónak a motorház tetejét. Ennyire lehet becsukni, és így látjuk már is, hogy itt a jobb eleje, ez kapott egyet, és itt az A oszlop és az ajtó sérült. Egyszer is itt elől a lámpatest, illetve légszűrőház egyebek törött. Hát gondolom, biztos, hogy kell vele foglalkozni. Amúgy az autó elég szépen rendbe tartotta a gazdája. Szépek az ülések benne, kicsit meg van hintve egy kis üveggel, mivel sajnos ugye a szélvédő is kitörött. A jobb oldali légzsák az benne maradt, viszont a bal oldali, a vezető oldali az ugye felrobbant benne. Azért az ajtó még becsukódik, a traktere pedig ugye így néz ki. Nincs szétverve, szerintem ezzel még sokáig lehet nálunk szállítani. Ugye ez jó nagy, simán tudunk benne sétálgatni. Ugye ez a legnagyobb sprinter, amit nézegetünk. Műszaki vizsgálat még nem is néztem, hogy meddig tart a műszaki. 2013 és novemberig van műszaki az autón. A többi részlet szerintem teljesen egyben van és rendben van, a korának megfelelő állapotú. Ugye van benne centrálzár, ez biztos, ugye azt kipróbáltuk. Elektromos ablak tükrök jobbra-balra, az ablakok azok kézitekerentyűvel vannak. Aztán van benne. ASR-t ki tudjuk vele kapcsolni, ABS ugye. Légzsák, szervókormány és egy CD rádió, és ide bele van szerelve föntre a hangszóró. Ennyit tudtam szerintem egy hirtelen elmondani róla. Reméljük, hogy ezzel meg tudják ezt az autót megcsinálgatni. Rendbe lehet hozni annyira, hogy lehessen vele normálisan közlekedni. De amúgy lehet így lábon vele menni, és el is tudnak vele menni. Úgy került ide, saját lábán került hozzánk az autó. Remélem önöknek ez megtetszett, és láttam benne fantáziát. M3 autópark voltunk, a viszontlátásra.